A több mint bajnokság motto azt fedi, hogy a seregszemle idén már nem csak egy a sok amatőr labdarúgó bajnokság közül. Idén az erdélyi diákkopa nem csupán labdarúgás, ahol a rangsora fontos, hanem 22 év magyar foci történelem. A Kárpát-Berencei Magyar Összefogás az együttgondolkodás és a tenni akarás megvalósítása, a számtalan maradandó emlék és tartós barátságok születése is, vallják a szervezők. Idén december 16 és 18-a között a Városi Sportcsarnokban a Vándor Serlegért többek között Kolozsvár, Temesvár, Marosásárhely, Nagyvárad, Brassó, Sepsiszentgyörgy, Csíkszered, a Gyergyó Szent Miklós, Jászvásár és Bukarest, továbbá Budapest, Debrecen, Komárom és természetesen Széke egyetemista csapatai küzdenek meg. A szervezők szerint a több mint két évtizedes múltra visszatekintő sport esemény egyedi a maga nemében. Azon felül, hogy ez labdarúgás, nem csupán labdarúgáshoz szól, pontosan úgy, ahogy a, a sajtóanyagban is megfogalmaztuk, hisz ez 22. és 22 év alatt már nem csupán foci, hanem ez egyszerűen foci történelem is, így fogalmaztam. És magán a labdarúgáson túl itt emberi kapcsolatok, barátságok szövődnek, tartós barátságok visszajáró focistáink vannak, akik, akik részt vesznek a labdarúgó diákupán. A részvételi lehetőségekről, szervezési kérdésekről és a szabályokról bővebb tájékoztatást az UF és a MISZ elérhetőségei lehet igényelni, vagy hamarosan a rendezmény honlapján olvasni. A 22. Erdélyi Labdarúgó Diákkupát az Udvarhelyi Fiatal Fórum és a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége rendezi. A mérkőzések péntektől vasárnapig zajlanak a sportcsarnokban, az összecsapásokra a belépés díjtalan.